Szuper. Most, hogy végeztünk a padlóval az előző leckében, szeretném, mivel ez egy eléggé plugin specifikus dolog volt a Cinema belül, szeretnék nektek valami olyasmit mutatni, ami natív Cinema 4D, méghozzá szeretnék mutatni egy arc animálást, úgyhogy milyen könnyen lehet a Cinema karakter túljainak segítségével arc mimikákat animálni, és mennyire profik ezek a túlok ehhez. Méghozzá pózmorfot fogjuk egészen konkrétan használni. Egy picit döcögös bevezető után inkább kerítsünk sort a konkrét munkára, hiszen az már jobban fog menni. Kezdjünk is neki akkor. Mint látjátok, én már megnyitottam itt egy színt, egy nagyon-nagyon-nagyon végtelenül egyszerű kis tiktak fejemberke modell, aminek kiextrudáltam a száját és a szemeit, hogy tudjuk majd animálni a pózmorf túl segítségével. Van rajta egy alap shader, hogy lássuk, hogy mit csinálunk. Úgyhogy szerintem kezdjünk is neki. Első körben elnevezem az emberünket, hiszen mindent nevezetek el, ez nagyon fontos, hogy később könnyű legyen megtalálni. És a Cinema karakter tagzen belül megtaláljátok a pózmorfot. Pózmorf nagyon-nagyon sok dologra jó, többek között például animációra is. Az első dolog, miután ráraktátok a pózmorfot, hogy jelöljük ki, nem kell megérni, ilyenkor ő magát bezárja, de menjünk vissza a basicre, és jelöljük ki azokat az adatokat, amire szükségünk van, amit szeretnénk, hogy a pózmorf megmozgasson. Pózmorf úgy működik, kettő darab felülete van, az edit és az animate. Az editnél kapunk egy pózt, amit én most át fogok nevezni neutrálnak. Kellett neki egy kis idő, és ha a jobbegér gombot megnyomjuk, én ugye a Wacom tabletet használom, ezért be van állítva a tollamnak a felső gombjára a jobbegér, de ha a jobbegér gombot megnyomjátok, akkor az MC billentyű parancsor alatt, úgyis elő lehet hozni, megtaláljátok a Brush Tool-t. A Brush Tool arra jó, hogy a meglévő vertexeket, poligonokat, edge-eket tudjuk vele, mint egyfajta sculpt módban pakolgatni össze-vissza. Ezt fogom most használni, és ennek a segítségével csinálok az én kis TikTok emberkémnek egy viszonylag semleges arckifejezést, ami az átlag arca lesz. A középső egérgombom be van állítva a Wacom egeremnek az alsó gombjára, és ezért tudom azt megtenni, játszik könnyedséggel a Wacommal, hogyha lenyomva tartom az egérgombot, és jobbra-balra húzom, akkor növelem a brushnak a méretét. Ha lenyomva tartom és felhúzom, akkor növelem az erősségét a brushnak. Ha beállítottuk a megfelelő erősséget, akkor kezdődhet a móka. Ezt most csak nagyon egyszerűen nem szeretném túlbonyolítani és rabolni az időtöket, de alakítsunk ki egy tetszőleges arckifejezést szegény kis TikTok emberkénknek, amivel a mindennapjait leéli. Valljuk be őszintén, eléggé parázós szegény TikTok, de tegyük fel, hogy ő így éli az életét, ez legyen a neutrál, semleges arckifejezése. Amit csináltam, azt a pózmorf tegem, amin éppen állítottam a brushokat, a neutrál pózba el is mentette. Ez így jó is van. Csinálok egy új pózt, vissza fog ugrani eredetibe, innen tudjuk, hogy működik, amit csináltunk. És újra csinálok neki egy másik pózt. Ez legyen mondjuk egy picit boldogabb. Bármikor vissza tudok menni egyébként. Sőt, én most úgy döntöttem, hogy vissza is fogok ugrani egy picit a neutrálra. És mi volt a billentyű kombináció? MC. Ezzel visszaugrottunk a brushra, és én a pull segítségével szeretném a szemét is egy picit karakteresebbé tenni, hiszen így nagyon átlagos. Nyugodtan húzhatjuk a pixeleket, a vertexeket pontosabban. Később el fogom én ezt majd egyengetni. Nem baj, hogyha egy kicsit túltoljuk. Vagy akár ennyire túltoljuk, mint amennyire én túltoltam most.
egyáltalán nem baj, ugyanis a következő túlunk a smooth, hogy itt tudjuk beállítani a brushnak a paramétereit. Én a smoothra fogom állítani, és az erősségét jó magasra felteszem, illetve a nagyságát is a brushnak, és visszasmootholom szépen. De mint látjátok, azért a kitüremkedésem megmarad. Egy picit karakteresebb lett így a TikTokunk arca. És így szépen be tudjuk állítani magunknak a megfelelő pózokat. Legyen ez a neutrál, nekem ez szimpatikus, úgyhogy visszaugorhatunk a póz nulla elnevezésű új pózunkra, amit én át fogok nevezni Happy-nek, és a nevéből adódóan ez egy boldog arc kifejezés lesz, úgyhogy próbáljunk valami boldogságot varázsolni szegény arcára. Már látom, hogy smooth-on maradt a brush-om, ezért visszateszem smear-re, az előbb a smear-t használtuk. És egy Joker mosolyt varázsolok az arcára. Lehet bármilyen bugyuta, ez most csak a saját szórakoztatásunkra készül. Közben nyugodtan elindulhatjuk a brushot, tetszés szerint, erősségét, méretét. Jó, nekem ez így megfelelő. Jöjjön a pull, sokkal kisebbre és sokkal gyengébbre veszem, mert szeretném egy picit kihúzni itt a mosoly vonalát, illetve magát a szája szélét is. Nem baj, ha túltoljuk, tudjátok, hiszen el fogjuk utána smootholni. Jöjjön a smooth brush, nagyobbra, erősebbre veszem, és smootholjuk szépen. Jöjjön a szemem. Most az egyszerűség kedvéért egybe fogom venni a szem animálását, a szája, ezt általában külön szoktuk megcsinálni. Smear. Kicsit gyengébbre veszem, de nagyobbra. És egy picit boldogabbá teszem a tekintetét. Hadd örüljön. Nézzük, hogy megegyezte-e. Megegyezte. Van egy neutrál pózunk, van egy boldog pózunk, és most jöjjön egy szomorú. MC. Smear. És szépen szomorúvá tesszük szegény emberkénket. Lehet akár ilyen féloldalas is. Az a lényeg, hogy demonstrálni tudjuk. Teljesen jó. Kicsit a szemét megcsinálom. A pull brush-sal. Kis ráncot rakunk rá, hogy karakteresebb legyen. Majd elszmoodoljuk. Nagyobbra és erősebbre veszem ismét.
Itt különösen jó a vakumtábla, főleg szkulptolásnál, hiszen egy egérrel csak ugyanolyan erősséget tudok kifejteni, nincs nyomásérzékenység benne, de egy grafikus táblánál van. Ez azt jelenti, hogy ha finomabban nyomom, akkor kevésbé erősen dolgozik, ha jobban oda nyomom, akkor pedig érzékeli, hogy én ott erősebb vonalat akarok. Jó. Legyen ez a szomorú arc kifejezésünk. Tehát semleges, boldog, szomorú. Megvan mind a három. Fontos átkapcsolom ilyenkor az animate-be, hiszen nem fog működni, ha edit módban hagyom. Mind a három 100%-on van, ezért vág olyan fejet, mint aki nem fog kiérni a WC-re. Visszaállítom mindent a nullára, és megkapjuk az eredeti arcunkat. De mit látjátok, így én már tudom animálni, akár a három póz közül blendelni is mind a három közül. Ez már valami, de ez nekem még nem elég jó. Szeretnék egy olyan felületet kapni, amivel könnyebben tudom majd animálni, hogyha arra kerül a sor, és nem kell slidereket húzogatnom. Ezt nagyon egyszerűen meg tudom tenni, a Cinema ebben vérprofi. Válasszuk ki a shape-ünket, ami rajta van a pózmon, és adjunk hozzá egy user datát. Ezt elnevezhetjük tetszőlegesen. Én face exp-nek fogom, mint expression. A data type-ot kapcsoljuk át vektorra. Az interface-t 2D vektorra. Az 1000 az nekem kicsit sok maximumnak, vegyük le 100-ra. És az x, y értéket állítsuk 50-ra. Így középen lesz. Leokészhatjuk. Majd én ezt az újonnan kapott user datát kihúzom ide. Jobb egér, show, always. Ezzel a kis karral fogom tudni animálni. Még nem történik semmi, hiszen nincs rákötve. Most visszaállítom jobb egér, reset to default. És összekötöm ezzel a kis karral a korábbi pózmorfunkat. Ezt úgy tudom megtenni, hogy a Cinema character tags-en belül van egy úgynevezett driver. Ezt a driver taget rárakom, és itt látjátok, megnyílt egy új felület. Nagyon egyszerű a kezelése, minden egyes pontra rá tudok kötni egy már korábban meghatározott pose-morph pose-t. És mit gondoljátok bizonyára, és nagyon jól gondoljátok, erre a kis négyzetre rá fogja ezt vetíteni, és úgy tudom animálni. Mivel nekem csak három pózom van most, demonstrációs célból, ezért nincs szükségem ennyi kis kockára. Bőven elég X resolutionból egy, hiszen föntről lefelé fogunk haladni ezen a három kockán. Fontos a pose morphot behúzni a driven objectbe, hogy tudjuk beállítani a happy, sad és a neutrált. Ne ijedjetek meg, ha itt nem jelenik meg valamelyik. Általában, hogyha átugrotok egy kockát, akkor meg fog jelenni mind a három. És hogyha már ezen a kockán állok, akkor beállítom ide a neutrált a közepére. A felsőre beállítom a happy-t, az alsóra pedig a sad-et. És mint látjátok, amikor beállítottam a középsőre a neutrált, meg is változott a karakterünk arc kifejezése. Ez jó jel, hiszen azt jelenti, hogy működik, amit csináltunk. De próbáljuk is ki. És mint látjátok, kaptunk egy felületet, egy 2D vektor felületet, amivel nagyon-nagyon egyszerűen tudom animálni a karakteremnek az arc kifejezéseit. A neutráltól boldogig, szedik. Bármit, amit korábban meghatároztam a pose morphon belül, azt itt tudom animálni.
rengeteg lehetőség van ebben, hiszen annyi resolution-t adok meg neki, amennyit csak szeretnék. Nagyon-nagyon bonyolult rigeket létre lehet ezzel hozni, és ide annyi kezelőfelületet teszek ki, amennyit csak szeretnék. Ha ezt arrébb szeretnétek vinni, akkor a Ctrl-t lenyomva tudjátok ezt megtenni. Én ezt ki fogom magamnak ide húzni, és animálni végtelenül egyszerű. Ugyanolyan kis pöttyöt kapunk, mint a színem a bármely másik felületén. Leteszek egy pöttyöt, mondjuk egy másodperccel elhúzom, átállítom happy-re, még egy pöttyöt, és kész is. Így működik a PoseMorph összekötve a driverrel, és ilyen egyszerűen tudok a Cinema 4D-ben arckifejezéseket animálni. Ennyi lett volna a második lecke, remélem élveztétek.